egy nagy lehetőség, egy nagy alkalom a Magyar Egészségszakdolgozói Kamara életében, hogy fiatalokhoz szóljon. Számunkra, az egészségügyi ellátás területén dolgozók számára ez egy hatalmas öröm, hogy van utánpótlás, egy hatalmas felelősség is, hogy az utánpótlás nevelni kell. Bízom benne, hogy ez a mai verseny élményt ad mindenki számára, hiszen ez a verseny országos döntője, ide eljutni már nagy lehetőség és nagy érdem mindenki számára. Mind nyertesek, akik a versenyeken részt vesznek, eljönnek, mert mind a felkészülés, mind a verseny során jelentősen bővítik szakmai tudásukat, hosszú távon is hasznosítható tapasztalatokat szereznek. A tehetséges tanuló kiválasztásában, felfedezésében kiemelkedő szerepe van a tanulmányi versenyeken történő részvételnek. Ezért Magyarországon a tehetséges diákok versenyeztetésének komoly hagyománya van. Ehhez szükséges egy megfelelő hátteret biztosító szakképzési rendszer is. Mi, amikor ezt a versenyt megálmodtuk, akkor arra gondoltunk, hogy a szakképző intézmények számára, pontosabban az ott képzésben résztvevő, vagy ott tanulók számára szeretnénk egy szakképzési versenyt megszervezni, különféle ismeretkörök mentén, de lehetőség szerint nagy szakmaisággal, ugyanakkor egy olyan családias rendezvényben gondolkodtunk, ahol a tanulók, a versenyzők, ti, önök jól érezhetik magukat. Ez a nap elsősorban erről akar szólni. Hát alap esetben ugye imitátorként mi vagyunk azok, akik a betegeket játsszák, azaz van egy alapsztörténetünk, amiket nekünk meg el kell játszani igazából, ez a feladatunk. Köldöksérbi betegséget játszunk el, ami így a köldök feletti hasi résznél van. Általánosságban némelyik pillanatokban ilyen erős fájdalmat okozhat, plusz hallókészülék van a fülünkben, azaz el kell játszanunk, hogy hallássérültek is vagyunk. Minden izgalom és feszültség ellenére kiválóan felkészültek, köszönhető az ő személyiségüknek és a felkészítő tanárainknak. Itt a belgyógyászat témaköre a versenyfeladat. Két versenyző volt még eddig, most várjuk a harmadikat. Igazából véleményt nem szeretnék most még mondani, mert még a értékelés ezután következik, de nem rossz. Sebészet és határtalanság ápolás tanár versenyfeladat zajlik, ahol köldöksérműtétre érkezik a beteg. Korábban nem volt műtéte, és a betegtől ápolási anamnézist kell fölvenni, és NANDA szerinti ápolási diagnózist kell felállítani. Annyira nem volt nehéz, de hát kicsit többet kellett volna rá készülnünk, mert hát azért a stressz az bennünk van ugye a versenyhelyzet miatt. Hát igazából én nagyon jól éreztem magamat, engem Nórinak hívnak, a Kanizsaiból jöttem, és igazából tapasztalatszerzésképp nagyon örültem, hogy részt vettem a versenyen, nagyon sok mindent tapasztaltam, és biztos vagyok benne, hogy ez segíteni fog majd a vizsgámnál. Engem Tóthné Tóth Zsuzsannának hívnak, én ebben az évben kezdtem a félállásos oktatói pályámat a Kanizsai Dorottya katolikus gimnáziumban. Osztályfőnöke vagyok a Nórinak, valamint az egyik felkészítő tanára is, és nagyon motivált volt a Nóri is, és az egyik osztálytársa is, akivel idejöttünk a versenyre. Én nagyon büszke vagyok rájuk, és beletettek mindent a felkészülésbe, úgyhogy nagyon jó eredményt várunk. Nehéznek kimondottan nem mondanám, nyilván kihívások azok, hogy vannak az ilyen versenyfeladatokban mindig, de jó volt a szervezés, Sándor a baba nagyon segített a szituáció megdolgozásában, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Én például büszke tulajdonosa vagyok egy tudományos diákköri konferencia második díjának, második helyezést értem el. Egy kicsit árnyalja a képet azt, hogy abban a szekcióban, amelyben én indultam, összesen ketten indultunk.